250 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlott fel a Csongrád megyei rendőr főkapitányság annak a személynek, aki pontos adatokkal rendelkezik egy február 25-én történt vásárhelyi betöréses lopással kapcsolatban. A rendelkezésre álló adatok szerint idén február 25-én délelőtt 11 óra és 9 óra között ismeretlen tettes a vásárhelyi Móricz Zsigmond utcában az egyik házba az ablak befeszítésével bemászott, majd készpénzt és aranyékszereket tulajdonított el. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság lopás büntetének gyanúja miatt nyomott ismeretlen tettes ellen. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság vezetője nettó 250 ezer forint nyomra vezetői díjat tűzött ki. Kérjük, hogy aki a bűncselekménnyel összefüggésben információval rendelkezik, hívja a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját a 0662 562 423-as telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható telefontanú zöld számán, illetve a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. A kitűzött díj azt illeti, aki az elkövetőről pontos adatokkal rendelkezik. A rendőrség a nyomra vezető személyét bizalmasan kezeli, ha kell, a tanú védelmére a szükséges intézkedéseket megteszi.